Kártágó átka, avagy a római köztársaság válsága. Róma a harmadik pun háború végére hatalmassá vált. Új provinciák kerültek az irányítása alá, Hispánia keleti része, Macedónia, Illíria, Akhália, Ázsia, plusz Afrika és Szicília. Az első pun háború végén még csak Itália és Szicília volt uralma alatt. A körülbelül Krisztus előtt 272-től Krisztus előtt 140-ig tartó időszakban azonban hatalmas területekkel gazdagodott. Társadalmi következmény. Kik voltak a hódítások haszonélvezői? Elsősorban a szenátorok, akik rendelkeztek a provinciák hivatalaival, másodszorban azok a gazdag kereskedők, iparosok, akik nagy földbirtokokat, illetőleg területeket tudtak bérelni, és ezekből nagy bevételre tudtak szert tenni. Kik lehettek a háborúnak a vesztesei? Egyértelműen a plebejusok, a kisbirtokos parasztok. Hogy miért? Természetesen azért, mert ők alkotják a katonaság javát, és amíg távol voltak, addig birtokaik vagy tönkrementek, vagy más birtokosok tulajdonába kerültek. Ha otthon van, akkor csak drágában tudta megtermelni azt a gabonát, amit a provinciákból olcsón behoztak. Nem tudtak élni a rabszolgaság gyümölcseiből sem, és ezért a parasztok egy része, nagy része tönkrement, földjüket eladták, és Rómába költöztek, hogy ott találjanak valamilyen megélhetést. Ezek közé tartozott valamilyen iparos segédhez való beállás, de a legtöbbjük abból kereste betevő falatját, hogy valamelyik politikai párt javára eladta a szavazatát. A hódítások hatására sok rabszolga jelenik meg Itáliában, akiket elsősorban a bányászatban alkalmaznak. Az ő helyzetük lett a legrosszabb, hiszen állandó életveszélynek voltak kitéve. Jogállásukat tekintve a rabszolgák beszélő szerszámok, illetőleg a mezőgazdasági szerszámok kategóriájába tartoztak. Foglalkoztatásuktól függ, hogy milyen helyzetbe kerültek. A már említett bányász rabszolgákon kívül ipari és kereskedő rabszolgák is voltak. Az ő helyzetük az uruktól függött, mert általában egy kis műhelybe csendes munkát végeztek. Szintén voltak állami szolgák, az ő helyzetük sem volt annyira rossz, hiszen közterületfenntartásra, illetőleg rendfenntartásra alkalmazták őket. A legjobb helyzetük a házi rabszolgáknak voltak, hiszen ők, mint házi cseléd, vagy a bevásárlás során, főzés során hasznosultak. Legrosszabb helyzetük a gályaraboknak volt, vagy speciális jogállásúak voltak az úgynevezett gladiátorok. Ugyanarról már volt szó, hogy Rómának egyre több területe lett a hódítások során. Ez azt is jelentette, hogy egyre több határa volt, és egyre több ellenséggel kellett szembenéznie. Ez egyre több katonát is kívánt. Viszont a hadsereg, amelynek alapja a szabad parasztság volt, és ők állták saját felszerelésüket, egyre kevesebb emberre rendelkezett. Mivel a parasztok már, ahogy elmeséltem, nagy része tönkrement, és az itáliai háborúkban sok meg is halt, egyre kevesebb számú katonát tudtak kiállítani a parasztságból, ez egyre nagyobb gondot jelentett a egyre több háború során. Ez természetesen azt is jelentette az államnak, hogy egyre nehezebb újabb és újabb háborúkat vívni, és az ellenség nem kérdezi meg, hogy hány katona van a határon, és hogy mikor tudtok ellenünk új katonákat kiállítani. A Krisztus előtti második század végén, első század elején egy új hadszervezeti rendszer alakult ki, méghozzá a zsoldos hadsereg. Itt 16 évi szolgálatra fogták be az embereket, és miután kiszolgálták ezt a 16 évet, földet kaptak, és ennek lettek előnyei és hátrányai is.
Előnye az lett ennek a rendszernek, hogy megszűnt a katonaság válsága. Hirtelen hatékony hadsereggel kezdett el rendelkezni Róma. Hátránya viszont az lett, hogy a hadsereg nem az államtól, hanem a hadvezérétől várta a földek kiosztását, és nem Rómához, hanem a hadvezérhez hű hadsereg jött létre. Államigazgatási válság. A megnövekvő birodalom a kormányzásra is hatással volt, hiszen a több provincia több hivatalnokot is igényelt. Ehhez a két konzul már kevés volt. Újabb és újabb hivatalnokokat kellett kinevezni, tehát nem csak a hadvezérek száma, hanem a hivatalnokok száma sem elég. És emellett még az is bebizonyosodott, hogy az egyéves hivatali idő is kevés, hiszen gyakran egy háborút 5-10 vagy 15 évig is vívtak, és a sikeres hadvezért egy év után leváltani, hát ez igencsak nagy problémát okozott a birodalomnak. Erre újabb és újabb ötleteket találtak ki. A hódítások gazdasági változásokat is hoztak. A katonaság egyre több és több utat épített ki, amit nem csak a katonaság használt, hogy eljusson a provinciákhoz, Itálián keresztül, hanem élénk kereskedelem is alakult ki Róma és a provinciák közt. Így a rómaiak a saját borukat és olajukat és kerámiájukat a provinciák tömkelegébe el tudták juttatni, és birodalom szerte ez lett az egyik legfontosabb kereskedelmi termékük. Cserébe elsősorban gyarmat provinciákból származó árukat, illetőleg gabonát vártak. A gazdasági fellendülés ellenére is egyre jobban és jobban megmutatkozott, hogy ez a válság mélyül, és hogy ezt valahogy meg kellene oldani. Erre a Krisztus előtti első században jó néhányan vállalkoztak, és egyre jobban bebizonyosodott, hogy a köztársasági államforma már nem alkalmas egy ekkora birodalom irányítására.